Szigetközi Szatyorvásár Rajkán 60 kézműves és kistermelő kínálta termékeit. Könyvbemutató, Komáromi Mónika stílus tanácsadó első könyvét mutatták be a Flash központban. Halálos baleset az M1-esen, szemtanúk jelentkezését várja a rendőrség. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják. 60 kézműves és kistermelő kínálta portékáit Rajkán a Szigetközi Szatyorvásáron. Különleges lekvárokat, sajtokat, fűszereket hoztak a termelők a faluház udvarára, ahová ezúttal is nagyon sokan ellátogattak. A Szigetközi Szatyor Alapítvány szervezte a vásárt annak érdekében, hogy támogassák a helyi termelőket, kézműveseket. Köszönöm szépen! Szörpöket kóstolnak a fiatalok az egyik termelő pultjánál. Citromfűből és levendulából is készült szörp. Nagyon sokan ellátogattak vasárnap a rajkai faluház udvarára, a Szigetközi Szatyorvásárra, ahol egyebek mellett különleges lekvárokat, sajtokat és fűszereket is kínáltak az árusok. A szervezők szerint mindig nagy sikere van a vásárnak, hiszen sokan választják inkább a helyi kézműves termékeket a bolti áruk helyett. A vásárok lényege, hogy a helyi termékeket közelebb vigyük az emberekhez, bemutassuk neki a kézműves termékeket, emellett színes gyerekprogramokat kínálunk, illetve finom vásári ételeket. Amíg a felnőttek vásároltak, a gyerekek sem unatkoztak, bemutatkoztak a régi mesterségek is. Volt kézműves workshop, korongozási lehetőség, pónifogat, de óriás fajátékokat is kipróbálhattak a kicsik. Helyi vagyok, rajkai lakos. Nem lakunk itthon, hallottuk, hogy lesz, ismerik az Olit, aki szervezi. Jó dolognak tartom ezt, hogy termelőktől lehet vásárolni, és kijöttünk körülnézni, meg a gyerekkel szórakozni egyet. Szőnyeget vettem nálószobába, és szatyorot, és még körülnézek egy kicsit, mert kétszer nem jutottam ide, mert rossz idő volt, ugye, úgyhogy mondom, körülnézek, milyen áru van. Nem csak a faluház udvarán, hanem az utcán is sorakoztak az árusok, a jó hangulatról pedig a Serény Magyarok és a Kislaptáros zenekar gondoskodott. Július 26-án vasárnap Mária Kálnokon lesz Szigetközi Szatyorvásár, ahol a Mofén Fúvós zenekar is fellép majd. Könyvbemutatót szervezett a Huszárgál Városi Könyvtár, melynek a Flash központ adott helyet. Ezúttal Komáromi Mónika stílus tanácsadó, üzleti kommunikációs személyiségfejlesztő első könyvét mutatta be, melynek címe Tükröm Tükröm, a tudatos nő kézikönyve. Milyen hajszínt és sminket részesítsünk előnyben, mit vegyünk fel különböző eseményekre, hogyan vásároljunk tudatosan. Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választad Komáromi Mónika stílus tanácsadó Tükröm Tükröm című könyve. A Tükröm Tükröm szó az kétértelmű, egyrészt jelenti azt, amikor belenézünk a tükörbe és a külsőnket látjuk, a másik pedig a belső tükör, amit a külvilág tükröz vissza számunkra. Ezt szerettem volna, illetve az alcím az, hogy a tudatos nők kézikönyve, mert ugye ez a tudatosság is kívül és belül meg kell, hogy jelenjen egy nő, illetve egy férfi életében is. A Huszárgál Városi Könyvtár szervezte a könyvbemutatót, előtte pedig zenével is készültek az érdeklődőknek, Tomasics Kata és Takács András közreműködésével. Komáromi Mónikával Pap Alexandra beszélgetett, aki többi között szakmai múltjáról és a könyv előzményeiről is kérdezte. Tulajdonképpen ez nem is könyvnek indult az első körben, hanem egy ilyen gyűjteménynek szerettem volna, amit a tréningeimen, előadásaimon tapasztaltam, és a menet közben fogalmazódott meg, hogy akár ebből egy könyv is lehet. A könyv főként az öltözködésről, színekről, fazonokról, stílusokról szól, de az olvasó megtudhatja azt is, hogy például milyen ruhák illenek a testalkatához, milyen a tökéletes smink vagy frizura. Komáromi Mónika elmondta, a hétköznapi nőknek szeretne segítségére lenni abban, hogy megtalálják a harmóniát kívül és belül, a kettőt összhangba hozzák, hogy megjelenésük magabiztosabbá, életük pedig kiegyensúlyozottabbá váljon. Egy 28 éves mosonszolnoki autómentő férfit ütött el egy gondatlan autós még július 21-én kedden.
A Porsét vezető sofőr Károly háza közelében autózott az M1-esen, Lébény felé tartott, amikor egyelőre nem tudni miért, áttért a külső sávba, majd onnan a leálló sávba, ahol nekicsapódott az autómentő teherautó hátuljának, majd elütötte a kocsi mellett dolgozó autómentő férfit. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A rendőrség kéri, hogy aki szemtanúja volt a balesetnek, vagy azzal kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Moson-Magyaróvári Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztályán, vagy hívja a 0696 215 433-as telefonszám 4037-es mellékét, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555 111-es telefontanú zöld számán, a 107 vagy a 112 központi telefonszámok valamelyikén. A koronavírus járvány miatt késve, de megkezdte a triatlon szezont a Strucz Futóklub, akik az Old Lake Man triatlonon bizonyíthattak nemrégiben Tatán, számolt be az Egyesület közösségi oldalán. Szombaton a rövid távú programban, ami egyben országos bajnokság is volt, Szejvert Anna, valamint Győri Mihály, míg vasárnap a középtávon Farkas Imre, Szentesi Nándor és Kelemen Attila képviselte a Strucz Futóklubot. A sportolók eredményesen szerepeltek a megmérettetésen, Szejvert Anna kategóriájának 17., Győri Mihály 26., Szentesi Nándor 18., Farkas Imre 14., míg Kelemen Attila 6. helyezését érte el. Néhány mondatban a hétvége időjárásáról. Szombaton csapadékos időre van kilátás, az ország egész területén záporokra, zivatarokra kell számítani, térségünkben nagy mennyiségű eső eshet. Délutántól azonban csökken a csapadékhajlam, felszakadozik a felhőzet is, azonban marad az élénk, olykor erős szél. Napközben 24 fokot mérhetünk majd Moson-Magyaróváron és környékén. Vasárnap ismét a napsütésé lesz a főszerep, amit csak helyenként zavarhatnak meg kisebb felhők. Jelentős csapadékra térségünkben nincs kilátás. Mérséklődik a légmozgás is, napközben 29 fokig melegszik a levegő. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták, most az Építech című magazin műsor ismétlése következik. Szombaton és vasárnap a Moholy Nagy 125 című riportfilmet, valamint a Rendszerváltó televíziók című filmet vetítjük. Friss hírekkel legközelebb hétfőn 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!